Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit és Gulyás Istvánt, a férfi válogatottunk szövetségi kapitányát. Köszönöm, Pista, hogy itt vagy velünk, hogy időt szakítasz ránk, és hogy beszélgetsz velünk elsősorban természetesen, vagy inkább mondjuk úgy, hogy első napirendi pontként a tegnapi csütörtöki sorsolásról. Ott van mögötted az a szép logó, ugye a jövő évi EB-nek a logója, és most már azt is tudjuk, hogy ahhoz, hogy mi ott sikeresen szerepeljünk, ahhoz első körben, vagy a csoportban Portugáliát, Izlandot és Hollandiát kell felülmúlnunk, vagy legalábbis az első kettőbe kerülnünk. Hát, hogy a klasszikust idézem, örülünk, Vincent? Szerbusztok, üdvözlök én is mindenki. Hát ugye az első éjszaka után azért megfogalmazottak gondok, hogy talán a legkiegyensúlyozottabb csoport a miénk. Persze tudjuk, a szegedi csoport se piskóta, de a miénk azért azt gondolom, hogy mindegyik olyan csapat, aki de ha jó oldalát nézem, lehet ellenük kézilabdázni. Ha kukacoskodni akarok, azt mondom, hogy nehéz csoport. Tehát az Izlandról tudjuk, hogy borzasztó szigorúak, kemények, a portugálokat ismerjük, látjuk, hogy nagyon feljövőben vannak. Van egy régóta együtt játszó válogatottjuk, akik hát talán a legutolsó olimpiai selejtezőn azt láthattuk, mindenki ellen veszélyesek. Nagyon veszélyesek tudnak lenni. Illetve ott vannak a hollandok, akik azt gondolom azt a célt tűzték ki, hogy hasonló utat fognak járni, mint a női válogatottjuk. Verték Lengyelországot a csoportjukba, jó mérkőzéseket játszottak a szlovénokkal. Tehát azt gondolom, hogy talán ezek a gondolatok bennem, hogy kiegyensúlyozott nagyon ez a csoport. Igen, nekem is azóta egy pár emberrel már beszéltem, és úgy mondtak, hú, hát ez tök jó csoport. Hát az az igazság, hogy szerintem ez egy baromi nehéz csoport. Lehet kiegyensúlyozottnak mondani a nehézsége miatt, de azt gondolom, hogy jelenleg a portugál válogatott az abszolút top csapat, és ugye a legutóbbi mérkőzésünk ráadásul ellenük az nem sok pozitív élményt hagyott bennünk. Jó, hogy az már így a vége felé volt, amikor elfáradtunk, de attól függetlenül nagyon sok gondot okoztak nekünk, és pont beszéltünk nemrégiben azt hiszem a Székely Marcival, hogy már mikor a Dusivája volt az edző, és a portugálokkal játszottunk egy selejtezőt, akkor ez mikor volt, már egy majdnem 10 éve, akkor is már hihetetlenül megszenvedtünk velük, és azóta csak fejlődtek. Úgyhogy a portugálok abszolút top csapat. Az Izland meg szerintem egy picit hasonló cipőben jár, mint a magyarok, hogy ugye szép múlt, meg erős kézilabda, de nem voltak olyan nagyon jó eredményeik az elmúlt években, viszont egy elég fiatal csapatuk van, amelyiket elég szisztematikusan építenek, úgyhogy biztos, hogy egyre nehezebb lesz ellenük nyerni szerintem a következő időszakban. És ahogy mondtad, a hollandok pedig ugye a női kézilabda mintájára eléggé fölpörgetik most már a férfi részt is, és van egy-két játékosuk, gondolok itt nyilván a Luxteinsre, aki abszolút világklasszis formába játszik az utóbbi időkben, de a Bundesligában is van jó pár jó holland játékos, úgyhogy ők is olyanok, hogy papíron meg kell őket verni, de a pályán megverni az nem lesz egy egyszerű feladat, úgyhogy tényleg ez egy nehéz sorsolás, és hogyha tovább nézzük az ágat, akkor szerintem még a nehezebb ágon is vagyunk, mint a másik oldalban, tehát azért az nyilván egy kicsit szubjektív. Így van, ezt gondolom én is. Tehát, amit említettél, valóban, az talán Miskolcon volt az a mérkőzés a portugálokkal. Igen. Nézőként voltam ott, onnan akkor talán, ahogy mondod, indultak. Illetve annyi, hogy a hollandokhoz, tegnap este a tévében beszéltünk róla, hogy ez a generáció, vagy még egy talán egy kicsivel idősebb generáció, annak idején juniorként a Bundesliga 2-be versenyeztették őket, majd hogy nem az egész csapatot. Tehát valóban sok olyan játékos van, aki követi a kézilabdát, hogy jó csapatokban játszanak. Tehát valóban a részemről az a kiegyensúlyozott jelző, az valóban lehet olyan is, hogy tényleg oda kell figyelni és föl kell kötni. Az ág az meg egyértelműen azt gondolom sokkal nehezebb, mint a másik oldali. Jó, de szögezzük le, ugye, hogy ez egy Európa-bajnokság, itt azért könnyű ellenfél nincsen, bár valóban mondjuk a harmadik, negyedik kalapból kaphattunk volna ennél talán könnyebb ellenfelet is,
de összességében a céljaink azok elég előremutatóak, nem? Tehát, hogy... Persze, nincs, nem, csak beszélgetünk róla. Abszolút, abszolút, igen. Tehát ezzel a mondattal, hogy elmondtad, hogy az EB az ilyen, olyan, amilyen, tehát be is fejezhetnénk a, tényleg a beszélgetést. Mert nem, nincs, ne fejezzük. Nem, nincs könnyű csapat, nincs könnyű, totálisan. Tehát ha átnézek a túloldalra, akkor is persze az ember ingatja a fejét. Persze a franciák hozzákerültek volna Szeged helyett, akkor meg aztán tényleg vakarózhatnánk. Így van, így van. Na, inkább beszéljünk a közelmúlt győzelmeiről, amelyek olyan nagyon jó érzést keltettek bennünk, remélem, hogy bennetek is, és nem tudom, hogy láttad-e, a legutóbb beszélgettünk Szita Zolival, aki viszont rettenetesen visszafogottan értékelte ezeket a sikereket, és mondta is, hogy még Csema is, meg ti is azért úgy oltjátok belejük, hogy na fiúk, nyugi, majd az EB-n kell azért szárnyalni, nehogy itt véletlenül elszálljatok ettől a spanyolok elleni oda-vissza győzelemtől, meg a horvátokat megvertük. Szóval azért ez így jó néz ki. Nézem a műsorotokat mindig, persze, meg hallgatom. Láttam, mi is ezt mondjuk, tehát talán Roli mondta azt, hogy nem kell túlértékelni, viszont alul se kell értékelni, tehát nem szabad álszerénynek lenni. Azt gondolom, valahol a középút ott van, hogy Attilával a tévében beszéltük, aki jön, az, amilyen csapatta jön, azt meg kell verni. Tehát most a horvátok ilyennel jöttek, az legyen esetleg az ő bajuk, az ő gondolataik, hogy építkeznek, természetesen mi is haladunk egy úton, ami ez teljesen jó volt az utolsó két meccs. Fontos volt, mert sokáig nem látjuk őket. Tehát nekünk az olimpia kimarad, tehát fontos volt, hogy olyan emléképekkel menjenek el, vagy menjenek bele a bajnokság végső szakaszába, vagy az Európai Kupa végső szakaszába, hogy az pozitív töltés legyen, illetve ha újra találkozunk, akkor ezek az emlékképek azért legyen miből építkezni és meríteni. Ezt jó, hogy mondod az olimpiát, hogy ki tudjátok használni azt az időszakot, amikor az olimpia van, hogy felkészülést, valamilyen edzőtábor tartsatok a válogatottnak? Hát elméletileg nagyon nincs. Júniusban lett volna lehetőségünk, de a legközelebbi az elméletileg majd szeptember, október közepe. Mert az ugye az nemzetközi hét végül is, nem? Vagy hetek. Ez hogy van? Nem tudom pontosan, megmondom őszintén, ezt nagyon nem is néztem bele, hogy történik az időszak. Akkor mesélj egy picit nekünk, Pista, ha megteszed a hármotok munkájáról, holt időben. Tehát ezt hogy kell elképzelni? Most ugye holt idő van, el is mondtad, olimpia jön, stb. Ilyenkor mit tudtok csinálni, mit tudtok tenni azért, hogy majd amikor találkoztok, akkor előrébb legyünk egy kicsit, hogy ki mit csinál, Laci, Csema, és te, hogy zajlik egy ilyen? Természetesen vannak, ahogy említetted, holt idők az egészben, már tegnap azért már beindult, néhány november ellenfelet kéne keresnünk a Európa-bajnokság előtt, rá a németek bejelentkeztek, hogy utazzunk mi, és megy az adókapok, jöjjenek ők, de nem nagyon szeretnének, illetve van egy közös chat csoportunk, természetesen ott már azért tegnap a okosságok elindultak, hogy elkezdhetjük vágni a portugál videót, és a többi. Ő természetesen... Álljak be, oké, ki vágja a videót? Hát a Rempor Csabi, a Citi. És ő kiküldi mindenkinek, de természetesen belenéz mindenki, és a maga módján csinálja. Majd összeszoktunk ülni meccs előtt, inapon, tehát a felkészülésről, de ott számtalanszor 70-80-90%-ban egyeznek a vélemények, hogy milyen irányba kéne mennünk. A kérdésedre azt természetesen már többször elmondtam, azt a fajta ideológiát, amit képviselünk, azt a, ha úgy tetszik, spanyolos, bár szerintem a világ nagy része hasonló kézilabdát játszik, értelemszerűen a Lacitól és a Csemától jön, azt látjuk, hogy ebbe, és ebben nem is csinál a problémát, ebbe éltek. Tehát, hogyha tőlük nem fogadják el a srácok, akkor senkitől ezt a fajta utat. Természetesen mindenki másnak ugyanúgy, nekem is megvan a feladatom a hátországban, esetleg vagy a más irányú felkészítésben, kapusedző, előléti edző, de ezt elmondtuk százszor. Tehát, és tényleg stábba dolgozunk, és abba gondolkozunk. És egyébként most, hogy megvan a sorsolás, ez úgy például ilyen van, vagy lesz szerinted, hogy egyik nap felkelsz, mit tudom én, május 22-én reggel, és eszedbe jut valami, hogy mit kéne a hét a hat elleni játékuk ellen csinálni a
a portugáliknak, és akkor felhívod a Csemát, hogy ehhez mit szólsz, vagy a Lacit, hogy van egy ilyenfajta brainstorming, ami így működik teljesen függetlenül az edzőtáboroktól, meg a munkától? Hát akkor szokott általában elindulni az ilyen chatfal, amikor keretet hirdetünk, akkor átküldöm Lacinak, Laci nekem, én a Csemának, vagy ő a Csemának jön fordítva, beleír valakit, én is beleírok, mi lenne, ha kipróbálnánk ezt, de aztán felülírják a sérülések, taktikai dolgokról ilyenek, tehát amire rákérdezel, ilyen nem nagyon fordult elő, hogy mi lenne, ha. Egyébként azt gondolom, ez majdnem mindenkünkre vonatkozik, rám mindenféleképpen egy diktafon van nálam a kocsiba, vezetek sokat, utazok, eszembe jutnak jó dolgok, akkor azt ember egyébként rámondja, de gondolom, ez nálatok újságírók, te is előfordul, sokszor vannak jó ötletei az embernek, hogy az ne tűnjön el a süllyesztőbe. Egyébként arra törekszünk, hogy persze minden csapat arra törekszik, hogy próbáljanak hozzá alkalmazkodni. De értelemszerűen, tehát ott nekünk azért van, hogy lépni kell, választ kell adni a 7-6-ra a portugálok elleni csatába. Oké, nézzük a kerethirdetéseket. Most úgy általában, és tényleg csak az egésznek a metodikájára vagyok kíváncsi. Ezt úgy kell elképzelni, hogy te összeírsz 15 nevet, vagy 16-ot most tök mindegy, amennyi lehet, és akkor azt bedobod ebbe a csoportba, hogy na fiúk, mit szóltok, én őket válogatnám, és akkor mindenki teszi hozzá, tehát te teszed meg az első lépést? Á, volt ilyen is, igen. Tehát a legutóbb, aztán a Mezei Csabi tette meg, a technikai vezető, hogy megvan a... az a legszebb. Jó, most persze te ezt már egyből újságíróként forgatod. Nem, megvan a bőkeretünk. Tehát megvan a bőkeretünk, a 35 fős keret, akit nevezünk aktuális hetekre, vagy aktuális versenyekre. Nem most nyilván egy szűk keret, tehát arra gondolok mondjuk... Nem, így indul, mert minden egy, tehát erre a hétre is le kellett adni, tehát a 35-ből tudsz választani. Történjen bármi, Covid és a többi sérülés, nem tud hazautazni, láttuk a Marcinak, a Székely Marci esetét, nem tud Spanyolországba hazajönni, tehát abból tudunk válogatni. Azt leszűkítjük esetleg a 18-19 főre, akivel utazunk. Természetesen így van, sőt a legutolsónál volt egy olyan, hogy a Juhászátit akartuk, de már annyira szűk volt az idő, hogy egyszerűen protokollálisan nem tudtuk. Tehát nem, azt akarom kihúzni belőled, hogy mégiscsak ki a főnök, tehát hogy ki dobja föl először a névsort, mármint az három edző közül, és ki mondja rá végül az ámen. Mert mindenben gondolom nem tudtok egyet érteni mind a hárman. Nincs akkora hogy mondjam neked, hogy ellenszél bárkiről, akinek valami olyan zseniális ötlete lenne, hogy most kitaláljuk, hogy XY-t hívjuk be. Tehát nagy vonalakban megvannak. Tehát sokszor, ha úgy tetszik, az elmúlt időszakban kényszer vitt rá bennünket esetleg cserékre. A Surunajko Stefán kimaradása, beteg volt a Stefán, tehát nem akartunk változtatni. Uh-huh. Tehát pusztán ilyenek. És egyébként, ugye múltkor beszéltünk egy picit róla a harmadik fél időben, hogy mik azok a posztok, ahol a legnagyobb fejtörés van jelenleg, és azokon a posztokon mennyire, hogy is mondjam, futnak párhuzamosan az ötletek, vagy a Csemának, aki ugye szintén irányító volt, például az irányító pozícióban más gondolatai vannak, mint adott esetben neked. Mert szerintem itt a kulcskérdés azért az irányító lesz, hogy ott hogy választjátok ki azt a három embert, aki ezt a posztot viheti, vagy kettőt, nem tudom, de mindesetre a Lékai mögötti embereken. Természetesen ő egy kicsit esetlegesen más szemmel nézi, vagy sokkal közelebbről látja azt a stratégiát, amit a spanyolos iskola, vagy az a fajta játék, amit képviselünk. Tehát ott az Egonnak a felbukkanás az teljesen új volt, ez egy tök jó dolog volt. Mindenféleképpen meg szeretnénk nézni a Juhászát itt, mert ő is azért jól játsza a játékot, jön vissza a formába. Attól félek, hogy itt a végén olyan lesz, hogy aktuális forma, hogy ki lesz, mert mindegyik, a Máté, az Egon, az Ádi is, a Matyi is, ha úgy tetszik, a Nagy Bence is, bár a Bence azért sokkal inkább befejezőbb játékos, tehát tudják most már a rendszert. Tehát a kérdésedre valóban ott van elég nagy tolongás középen. Hány fős lehet majd a keret az EB-re? Ez jó kérdés. Ugye emeltek a világbajnokságra, nem tudom, megtartják-e az Európai Szövetség, amit az IH, a Nemzetközi
hozott most a világbajnokságra, szerintem olyan nagy változás nem lesz, tehát meg fogják tartani a 20 főst. Az viszont nektek azért elég komoly könnyebbség, mert ugye, ha valaki nem tudná, azért régebben, hogy a 16 volt a standard egy kézilabda világversenyen, ahhoz képest azért a 20 az elég jól hangzik. Hát ugye ez a pandémia alakult ki, ugye legutóbb az 18 utazhatott az Európa-bajnokságra, és kettővel több. Nem tudjuk, illetve lehet, hogy most legújabb információt nem tudom, de nem olvastam róla, hogy... Hát meg még ott vannak ugye a cserék, tehát minden világversenyen most azért lehet cserégetni, hát ez főleg idehaza, ez nem akkora probléma, tehát még az utaztatással sem kell majd problémázni, hogyha esetleg úgy alakul. Azért gondolom ez is egyfajta könnyebbség, nem? Igen, csak még egyszer, tehát ennek az a protokollja, hogy szeptember környékén le kell adni a 35 főst. A nagy bőkeretet, és történjen bármi, azon nem tudsz változtatni. Hát de ami van 35-nél több válogatott szintű játékos. Nem, csak mondom, hogy ez a menete. Ez a menete majd másfél hónap előtte le kell szűkíteni, és aztán abból kitalálni, hogy ki az a 20 jelen esetben, ami a világbajnokságban volt. Egyébként nekem az a véleményem, hogy így földuzzasztották a kereteket, már a lehetőséget, hogy cserélgetni lehet. Ez nyilván jó a sérülések miatt, de valójában azért ez egy ilyen áll megoldás, mert egy jó csapatnál, különösen például, ha visszatérünk az irányító posztra, hiába nevezhetsz be négy irányítót, nem tudsz négy irányítóval játszani, szerintem legalábbis olyan értelemben, hogy főleg van egy, ugye, aki az első számú, és mögötte föl kell építened önbizalomba, meg játékidőbe egyet vagy kettőt, hogyha ez szét van nyomva 3-4-5 fele, akkor lesz az a helyzet, ami most van jelenleg egyébként, hogy van 4 vagy 5 jó játékosod a Máté mögött, de igazából nem tudod, hogy kit tennél be, mikor a Mátét le kell cserélni. És egy ilyen világverseny az a lényeg, hogy akihez hozzányúlsz, az formában legyen, az önbizalommal legyen teli, és úgy tudjon beszállni a meccsbe, hogy hát nem azért megyek be, mert valakinek be kell menni, hanem hogy pluszt adjon hozzá. Úgyhogy ezért hát nyilván erről múltkor is beszéltünk, hogy egy adott pillanatban egy nehéz döntést kell hozni, mert adott esetben ki kell szelektálnod olyat, aki megérdemelné, hogy ott legyen, meg jól is játszik, de nincs annyi hely a pályán. Ez pont így van, tehát majd le kell tennünk a voksunkat, de múltkor a tévén kívül ugye ott privátban beszélgettünk, hogy a világbajnokságon se mentünk volna 3-4 irányítóval, ha mondjuk a ligetvári Patriknak nem így alakul a egészségügyi helyzete. Tehát esetlegesen lehet, hogy változott volna. Tehát volt olyan, hogy nem 3 kapussal megyünk, hanem 2-vel, már átalakult volna az egész. Tehát természetesen. Igen, de hogy akkor erre visszatérjünk erre a témára, mert ez tényleg engem borzasztóan érdekel, hiszen a VB után beszéltünk is erről hosszasan Attilával, hogy a sok pozitívum mellett talán, ha volt negatívumon vagy elgondolkodó része a VB-nek, akkor az pont ez volt, hogy egy, borzalmasan nehéz szívvel cseréltétek le Mátét, kettő, ha lecseréltétek, akkor nem nagyon volt alternatívája, illetve aki jött a helyére, az nem nagyon hitt el, hogy ő pont azt be tudja tölteni, márpedig ez valóban kulcskérdés lesz minden bizonnyal az EB-n, hogy ez mekkora fejtörés. Hát igen, mert ugye ez nem titok, hogy ott pont ez az irányítók belehaltak az akaratba. Tehát mindegyik a maga módján jó, de ott voltak 3, mindenki meg akart felállni. Emlékeztek az első meccsen, ott mentek, csinálták a dolgokat, mindenki meg akarta mutatni, hogy itt vagyok én is. De pont, hát az Attila az előbb szépen megfogalmazta, tehát az arra figyelni kell, hogy ne legyenek túl sokan egy poszton, mert valóban elaprózódik ott az önbizalom, a figyelem, tehát itt majd döntést kell természetesen hozni az adott időben. Igen, de szerinted, ha leteszitek a voksot, akár Juhász Ádám, akár Hanu Szegon mellett, Győri Matyi, nagyjából ugye ez a választék, akkor utána azt a valakit még úgy fel is kell építeni, hogy ő elhiggye, hogy amikor bejön irányítani, akkor ő egy lékai szintű irányító, és ugyanúgy tudja mozgatni a magyar csapatot, és nem csak arra 3 perce van a pályán, amíg a Máté kifejezi magát. Tehát olyan fiúkat csoroltál, mindegyik elhiszi. Az nem probléma. Azt gondolom, ott a lehetőkkel egyiknek nincs baj. Hát igen, akkor igen. Szerintem is az a jó, hogy ezek tényleg igazi irányító játékosok, mert ugye volt a kézilabdának az elmúlt időszakban egy olyan része, hogy így az irányító játékos, nagyon sokan játszottak inkább 3 átlövővel, és nem tipikusan irányítókkal, akik, hát neked nem kell magyaráznom, hogy mi a különbség egy átlövő meg egy irányító között.
bár elvileg ugyanazon a pozíción üldög vagy áldogálnak, de tényleg azok a fajta irányítók, mint a Máté is, vagy elég, ha csak a csoportunkba körülnézünk, ugye a Rui Silva, vagy a Luke Steins, tehát tipikusan olyan játékosok, akik a többieknek előkészítenek, de a kapura is veszélyesek. Mintha egy picit ennek reneszánsza lenne ennek a fajta játéknak, és kevésbé mondjuk a Karabatic típusú átlövő irányítók dominálnak. Igen, vannak csapatok, talán az Európa-bajnokság után egyszer-egyszer egy-egy fórumon beszéltem róla, hogy változik, átalakult az egész. Sokkal inkább a mai kézilabda előszeretettel alkalmazza válogatott szinten az emberközpontú irányítókat, amit most az egy más megfogalmazás annak, hogy kicsit feláldozza magát a csapat érdekébe. Top csapatokba előfordul olyan a lövő irányító, aki egy kicsit, ha úgy tetszik, önmegvalósító, egy kicsit uralkodóbb típus, de a válogatottnál ezekben a 2-3 hétben azért sokkal jobban szeretik, akik építik egymást, és ez elmondható egyébként a szélekre is. Tehát átalakult egy kicsit a kézilabda, emlékeztek egy Kretschmár szintűre, aki egy ilyen önmegvalósított, ma már azért sokkal inkább azon egy emberközpontúak van, akik elbírják azt a nyugalmat, azt a terhet esetleg, hogy nem mindig kapok labdát, nem mindig vagyok fénybe, csillogásba, de nagyon hasznos tagja a csapatnak. Tehát azt gondolom, a gondolatod, Attila, ez ma inkább ilyen irányba viszi ma jelenleg az irányító posztot. Van még egy poszt, amiről beszéljünk, ahol ilyen váratlan túlkínálat lett. Ugye ez a balkezes lövő minden csapatnál óriási fejtörés, honnan szerválunk jó balkezes lövőket. Na most nálunk négyen is aspirálnak erre a gondolom, hogy két pozícióra, és hát biztos hozzád is eljutott Balogh Zsolti legutóbbi nyilatkozata, ahol hát kicsit zokon vette, hogy valószínűleg ő most egy kicsit hátrébb sorolódott ebből a négyből. Hát most erre nem reagálok, mert a kollégáimnak mondtam, hogy Magyarországon olvastam a cikket, és csak átfutottam rajta, majd utána tisztán elolvastam még egyszer, mikor mondta, hogy nem is tudom, mit mondott, hogy jobb kommunikációt várt, vagy nem értettem először a nyilatkozatot. Természetesen a Zsolti küzd, sőt, jó formában van, ahogy látom, a napokban jön vissza. Neki szerencsétlenül alakult ez az egész. Ha úgy tetszik, az ő szemszögéből a Dominik nagyon jó formába került, a csapattársa, az Ancsin Gabi szintén jó formába került, tehát ott adta magát, de azt gondolom, hogy és ezzel nem üzenek, nem mondom, jó Balogh Zsoltira azért egy bármelyik válogatottnak szüksége lehet és erőssége lehet. De inkább ilyen gondunk legyen. Tehát képzeld, azon rágnánk a körmünket, nincs balkezesünk, jobb kezesen kell megoldani. Én úgy vagyok, hogy mindig azt szoktam, tehát az élet ezeket mindig megoldja. Mindig, amikor oda kerülünk, akkor ezért kialakul, hogy ki lesz jó formában, kire számíthatunk ott. Tehát addig sok minden lesz egy remélhetőleg egy jó felkészülés, remélhetőleg elkezdődik egy normális bajnokság, már Európa kupa meccsekkel, tehát ott tisztán kirajzolódik, hogy kire számíthatunk majd ott a január közepei időszakban. Most Leimeter Csabi milyen benyomást lett rátok? Ugye őt is behívtátok erre a posztra Zágrábból, meg mit tudtok, hogy ő marad kint végül Horvátországban? Nem tudom, mi lesz a sorsa, de érdekes, ahogy mondasz, amúgy haverokkal beszélgettünk, ugye láttuk, hogy a Zolira, a Szita Zolira és a Dominikra a külföldi lét, nem is az, hogy játékosként, emberként változtak. Tehát egy kihúzták magukat, megérkeztek, és a Csabira totál ez jellemző, hogy egy ilyen, ha nem is nem találom a szavakat, egy olyan jófajta büszkeséggel érkezett meg, hogy ő azért játszik ott, csinálja a dolgát, próbál beilleszkedni, és azt gondolom, ezek nagyon jó hatása vannak a fiatalokra. Ez egész biztos. Hát persze. Tehát jó arcát mutatta, nagyon jó arcát mutatta most ezen a két mérkőzésen. A múltkori októberin természetesen elsőként volt, nem nagyon szerepelt. Ma már azt láttuk, hogy tele önbizalommal, tehát minden gond nélkül. Természetesen próbálja a védekezést egy kicsit elsajátítani, mire kell fókuszálni. A Laci ebben neki sokat segített. Támadásban meg tudjuk, hogy ő nem fél senkitől, átmegy mindenkin. Attila, akartál valamit mondani, bocsánat? Nem, csak az jutott eszembe, hogy mikor így gondolunk mondjuk a dán csapatra, ahol világ minden pontjáról jönnek haza a játékosok a válogatottba, és mindegyik a saját klubjában, nem a saját kis otthonában vezető szerepet visz, az nagyon fontos egy válogatottnál, hogy olyan úgy álljon össze a csapat, hogy mindenki egyenlangúnak érzi magát.
mert azért valljuk be, hogy nálunk, főleg amikor hazai klubokból érkeznek a válogatottban játékosok, akkor eleve a klub hierarchiát viszik be a válogatottban, ami nem feltétlenül jó, mert adott esetben más szerepe is lehet a válogatottban. Elég, ha csak mondjuk a veszprémi játékosokra gondolunk a Vranyes alatt, ugye, aki a Ligetvár is például ilyen volt, de van több is, aki egyáltalán nem játszott a Veszprémbe, és utána a válogatottban meg mondjuk adott esetben kezdőként számított rá a kapitány. Ez nyilván nem megoldás, mert nem tudsz abban az önbizalommal érkezni, amivel kell. Így van, és erre csatlakoznék fel, hogy ugye a válogatott is egy klub, ott is kialakul egy hierarchia, ki az, aki, ha úgy tetszik, vezérszerepet tölt be, ki az, aki nem, és ő valóban így számtalanszor előfordul, a klubjába esetleg nem, de itt valóban olyan szintet kell produkálnia, vagy fordítva, aminek meg kell felelni, és ő látni kell, érezni kell, tudni kell, természetesen nekünk ebbe támogatni, vagy egy kicsit csitítani, hogy melyik polcra hova kerüljön. Hát Pista, köszönjük szépen, hogy velünk voltál, és akkor értékelted a sorsolást, meg az előttünk álló időszakot. Hát akkor azt kívánom, hogy ezt a holt időt, ezt minél tartalmasabban töltsétek ki, és aztán nagy erővel zúduljunk majd neki már a célegyenesnek az EB előtt. Én is köszönöm a lehetőséget. Szervusztok! Köszönjük, szervusz!